A következő előadónk Kendefi Gábor tanár úr, a Magán és a Közös, Ágostoni Alapvetés a Közösségi Gyakorlathoz című előadása következik. Hát én is először is köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és hát nagyon örülök, hogy előadó társak is szinte véletlenszerűen olyanok, akikkel már adtam elő, valakivel már nagyon sokszor együtt, és van, akivel még nem olyan sokszor, de kellemesen. A tisztelt hallgatóság. Hát én talán egy kicsit meglepő módon előadásomban nem annyira a nemzeti liberalizmus hagyományával szeretnék beszélni, ról szeretnék beszélni, hanem inkább egy olyan konzervatív gondolat gyökeréről, amelyből véleményem szerint egyfajta szabadságfogalom következik. Az a gondolat, amelyet egy francia kutató spirituális kommunizmusnak keresztelt el, először Szent Ágostonnál található meg. Tehát éppen ezért először Szent Ágoston kerül sorra, majd Spinozán és Kanton keresztül egy mai konzervatív vagy kommunitárius etikai gondolkozóhoz fogok eljutni. Szent Ágoston, tehát az első rész. A Szabad akaratról című dialógus Ágoston nevű szereplője új módon próbálja igazolni Isten előtt barátja, a Isten létét barátja Evódius asszisztenciájával, hogy a mit ítél, miről elve alapján az érzékelés tárgyaitól a róluk ítélkező érzékelésen, majd az utóbbit megítélő úgynevezett belső érzékelésen, s végül a mindezekről ítéletet hozó értelmen keresztül halad, afelé az örök mérce felé, amely alapján az értelem ítélkezik. Tehát ez egyfajta Isten bizonyíték akar lenni. Először az érzékekkel kapcsolatban alkalmazza ezt a bizonyos megkülönböztetést, a saját és a közös közötti megkülönböztetést. Azt írja, sajátunk és mint egy magántulajdonunk alatt, itt azt értjük, ami kiki közülünk önmaga számára, és amit kiki önmagában egymaga érzékel, és ami saját természetéhez tartozik. Közös, vagy úgymond köztulajdon az, amit valamennyi érzékelő érzékel anélkül, hogy kárt tenne benne, vagy átváltoztatná. Ezek szerint ugye más látni, és más például ízlelni, vagy szagolni, mert az utóbbiak elfoglalják a másik elől a tárgyát, a látás látni ugyanazt tudjuk mindannyian közösen. De a szó igazi értelmében természetesen csak az intelligibilis, csak értelemmel felfogható igazságokról állítja, hogy minden értelmesen gondolkodó számára egyaránt, mint egy köztulajdonként vannak jelen. Így a matematika törvényszerűségeiről, az alapvető erkölcsi szabályokról, és a minnyájan boldogok akarunk lenni igazságáról. Végül ugyanezt állítja magáról, az elmén belül, és egyszer csak mégis fölötte lakozó igazságról, azaz más néven bölcsességről, amelyben mindezek az igazságok, mint valami fényben szemlélhetők. Ezt tehát egyszerre képes szemlélni akárhány alany, amire az ad lehetőséget, hogy ezek a dolgok változhatatlanok, tehát ezek az igazságok, sérthetetlenek, és így szemléletükkel az egyének nem tehetnek kárt bennük, nem kebelezhetnek belőlük semmit, az egyént csupán helytelen akarata választhatja el tőlük, hogy ezzel is utaljak az előző előadásra. Látjuk, Ágoston az ellenpár kifejezésére a saját proprium, és kommunist közös, vagy kommune közös kifejezéseket érzi természeteseknek. Tehát, hogyha ezt az idézetet megnézzük, látjuk, hogy természetesebbnek tartja sajátnak, propriumnak és kommunistnak, kommunének attól nemben nevezni ezeket a dolgokat. Tehát ez az első nekifutás, viszont metaforikusan mintegyel, kvázival bevezetve, erre használja a magántulajdon és a közösségi tulajdon, vagy lehet a publikumot, és ez fontos lesz, nyilvánosnak is fordítani, tehát vannak magánítható, és vannak nyilvános, mint egy köztulajdonszerű dolgok. És hát ezzel erősen jogi konnotációjú kifejezéseket
kockáztat meg, és háttérben felsejlik egyfajta, tehát a magántulajdon és a közös tulajdon közötti különbségtevés, illetve egy magánjog és egy közjog közötti különbségtevés. A publikus jelző, tehát ami közösségit, államit, nyilvánost jelent, azáltal, hogy a rejtettel kerül szembeállításba, rejtettel kerül ellentétben, a magyar nyilvános szónak is megfeleltethető, annak a paradoxonnak a kifejezésére is, hogy az igazság egyedül ugyanabban a formában mindenki számára rendelkezése áll, másfelől a mód, ahogy kiki megismeri, egyszemélyes és különbejáratú. Erre idéznék ezt szerintem nem elég világosan mondtam el, de ebből világos lesz. Így hát semmiképp sem tagadhatod, hogy van egy változhatatlan igazság, ami minden változhatatlanul igazat magában foglal, és amit nem lehet sem te, sem én, sem pedig bárki tulajdonának nevezni, hanem csodálatos módon, mint valamiféle titkos és egyben nyilvános fény, ez az a paradoxon, jelenik meg és mutatkozik meg mindenkinek, és hogyan tartozhat le egyetlen egy ember természetéhez az, ami minden értelmét használó és a megértésig eljutó ember számára rendelkezésre áll, tehát egy feszültség a mindenki számára rendelkezésre állás, és a hozzávaló, és a hozzáférésnek az egyszemélyes volta között. Az eddigiekből Ágoston számára következik, hogy az igazság birtoklása nem szül versengést, hanem együttműködésben történik. Idézek, tehát mindnyájan egyformán és közösen birtokoljuk az igazságot, hogy élvezzük azt, hisz nincs nála helyszűke, és meg nem csappanhat. Befogadja minden szerelmesét, és ezek közül senki sem féltékeny a másikra, továbbá mindenki számára közös, mégis mindegyik tisztán kapja meg. Ez egy szinte megbotránkoztatóan erotikus metafora. Senki sem mondja a másiknak, lépj odébb, hogy én is oda jussak, vedd le róla a kezedet, hogy én is átölelhessem. Mindenki rajta csügg, és egy és ugyanazon dolog az, amit érintenek. Folytatom még, nem lehet falatokra szaggatni, és nem tudod úgy magadba inni, hogy én is meg nem kapnám ugyanazt, mert a vele való közösségből semmit sem tudsz kizárólagos tulajdonoddá változtatni. Amit ajándékoz, az nekem is épp úgy tulajdonom. Amit beléd lehel, nem kell megvárnom, amíg kibocsátod magadból, hogy belém lehelje, mert soha semmilyen része nem válhat egy ember tulajdonává, hanem egy időben és közösen, teljes egészében, tehát egy teljes egészében mindenki. Jó. Az olvasó már nyilván eddig is sejthette, de Ágoston végül egyértelműen is kimondja, hogy ez az igazság, ez valóban Isten. Továbbá, Isten, mint közös jó megosztása, nem pusztán nem megy az egyéni birtoklás rovására, hanem épp ellenkezőleg minél többen osztoznak rajta, annál nagyobb mértékben birtokolja minden egyes ember. Ez a legvilágosabban az Isten városáról egy helyén fejeződik ki. Itt jó, a jóság tulajdonképpen Istennek a fedőneve, mert a jóság birtoklása semmilyen módon nem lesz fogyatékosabb attól, hogy valaki társunk lesz, vagy marad a birtoklásban. A jóság ugyanis sajátos birtok, minél nagyobb egyetértésben, annál nagyobb mértékben veszi birtokba az egyes tulajdonos társak szeretete. Tulajdonképpen nem is birtokolhatja olyan, aki nem közösen akarja birtokolni, és annál bőségesebben fogja élvezni, minél bőségesebb szeretettel tudta megosztani. Tehát azt hiszem világos ez, hogy mit jelent az, amit spirituális kommunizmusnak neveztünk Ágostonnál, illetve egy francia kutató, Gulven Madec nevezte először így. Ezek szerint vannak olyan dolgok, tulajdonképpen elsősorban Isten az, aki nem versengésszerűen birtokolható, nem zéró összegű játszmában, hanem win-win játszmában birtokolható. Egyébként pedig ez hozzáteszi azt is,
például a De vere religione, az igaz vallásról cím írásában, hogy bizonyos értelemben a másik is egy ilyen közös számunkra, nem csak Isten, hanem a felebarát is, abban az értelemben, hogy a másik abból a szempontból úgy épp úgy öncél számunkra, mint Isten, amennyiben képes Isten szeretni. Tehát a másik Isten szeretete az ugyanannyira öncél számunkra, mint az, hogy mi magunk Istent elérjük. Tehát a másik is olyan közös dolog, nem, amiben mindannyian együtt osztozunk. Jó, most megynék akkor tovább, hogyha ez így talán világos. Most mennék tovább, és a következő alak, akiről szó van, ugye Spinoza, de csak egy másfél bekezdés erejéig. Csak röviden utalok arra, hogy a spirituális kommunizmus eszméje Spinozánál is karakteresen felbukka. A filozófus az etika harmadik részében azt tanítja, hogy az Isten iránti intellektuális szeretet, amor intellektuális, tartós és boldog közösségbe hozza össze alanyait, mivel azoknak, akik az idézek, azoknak, akik az erény útján járnak, legfőbb java Isten megismerése, az a jó, amely valamennyi ember számára közös, és amelyet valamennyi ember lévén mind egyazon természetű, egyaránt birtokolhat. Sőt, idézet, ez már nem idézet, sőt, annak, aki Isten megismerésére törekszik, nem hogy nem szabad, nem csorbul az öröme azáltal, hogy mások is erre törekszenek, hanem épp ellenkezőleg annál nagyobb lesz boldogsága, minél több ilyen emberre akad. Idézek, aki az erény útján jár, azt a jót, amelyet magának kíván, a többi embernek is fogja kívánni, mégpedig annál jobban, minél nagyobb benne Isten ismerete. És hát egy másik írásában pedig Istent kimondottan úgy definiálja, mint az önmagát kommunikáló, önmagát közösség tevő jót. Következő állomásunk Kant. Róla megint csak nincs dia. Az ágostoni gondolat némiképp szekularizálódott verziójával találkozunk implicit formában, de azért mégis felismerhetően Kantnál. Az erkölcsök metafizikájának alapvetésében és az erkölcsök metafizikájában olvashatjuk, hogy a másik ember, mint morális lény, aki erkölcsi törvényt hoz önmaga számára, csak cél lehet számunkra, eszköz sohasem, itt tehát a versengés elképzelhetetlen. Emellett a magán és a közös ágostoni megkülönböztetéséhez kapcsolható a válasz a kérdésre, mi a felvilágosodás című műnek egy gondolata. Kant szerint a felvilágosodást, vagyis az emberiség nagykorúságát azt szolgálja, ha a társadalmi, politikai vagy teológiai kérdésekben ellenmondásokra bukkanó és reformálni vágyó értelmiségiek a maguk posztján engedelmesen követik és közvetítik ugyan a fennálló törvényeket és hittételeket, ám szabad értelmiségiként tudományos orgánumokban kifejtik jobbító ötleteiket, hogy tesztelődhessenek azok a szakmai műhelyekben, és még hathassanak is, hát ez a fő cél, a felvilágosult hatalomra. Az előbbi tevékenységben, tehát amikor az ember a saját posztján azt közvetíti, ami a brosúrában van, tehát az előbbi tevékenységben az ész úgynevezett magánhasználatát látja, tehát amikor én hivatalosan végzem a dolgomat, ezt nevezik magánhasználat, mint értelmiségi magánhasználat, az ész magánhasználata. Az utóbbiban pedig, tehát amikor otthon írom a cikkeimet, és az otthon magányomban, sötétben, éjszaka írom a cikkeimet, és elküldöm egy folyóiratba, amit ki tudja, ki olvas, ez a nyilvános használat. Paradox a szembevetés. Hát gondoljunk arra, amit Ágostonnal kapcsolatban idéztünk, mikor azt írta, hogy valamiféle titkos és egyben nyilvános fény jelenik meg és mutatkozik meg mindenkinek. Tehát amikor a közös dolgainkat
intézzük a legnagyobb magányban, és ott, ahol vagyunk, azon a poszton hivatalosan mindenki szeme láttára, tulajdonképpen az a magán használata az észnek. Tehát felfogása szerint magánszemélyként használja az eszét, aki az empirikus közösség részeként egy konkrét társadalmi szereptől determinálva végzi értelmi és végez értelmiségi munkát. Ezzel szemben nyilvános észhasználat az, amikor egy nagyobb és nem empirikus közösség tagjaként szabadon világpolgárként nyilatkozunk meg. Magát a világot megszólítva. Véleményem szerint itt Kant világ alatt egyszerre érti a nem közeli jövő, már nem felvilágosodó, hanem felvilágosodott emberiségét, valamint az ész államát, amelyhez, ugye ezt úgy is nevezi, hogy a célok közösségét, egyfajta intelligibilis világot, amelyhez az utóbbi, tehát a éppen adott államforma jó esetben egyre és mindig csak közelít. Hasonló és hasonlóan ambivalens jelentésű tehát itt a magán és a nyilvános használata, mint Ágostonnál láttuk. Tehát eddig ezt a bizonyos spirituális kommunizmust Istenre vonatkoztatva figyelhettük meg Ágostonnál, tehát Istennel kapcsolatban és bizonyos szempontból, mint Isten szerető a másikkal kapcsolatban is, nem zéró összegű játszmákban birtokolhatjuk ezek a jókat, hanem win-win jellegű játszmákban, nem versengésszerűen, hanem együttműködően. Ugye ugyanezt mondta a Istent egyformán intellektuálisan szerető közösségére Spinoza, és megint csak Istennel kapcsolatban, míg Kant ezt valamiképpen szekularizálódottan érti. Igazából közös dolgunk az, amikor az emberiséget nagykorúvá akarjuk tenni, és ez közös és egyszerűen rejtett, és a magán dolgunkat pedig a reflektorfényben űzzük. Jó, és akkor most térnék rá, ugye Esdér McIntyre-nek az Erény után, vagy magyar fordításban az Erény nyomában című munkájára, ahol megjelenik egy nagyon fontos fogalom, a gyakorlat fogalma. McIntyre, amikor vissza akarja hódítani az erény fogalmát, amely hát hosszú etika történeti fejtegetései szerint teljesen diszkvalifikálódott, akkor az első lépés ebben a visszahódításban a gyakorlat fogalma. És hát itt megint kicsit hosszasan idézek, elnézést kérek. A gyakorlat bármely olyan koherens és formailag komplex, társadalmilag létrejött, együttműködésen alapuló emberi tevékenység, amelyen keresztül, ez nagyon fájdalmas egy definíció annak, aki még nem olvas, nem hallotta, amelyen keresztül az ehhez a tevékenységi formához belsőleg tartozó jókat megvalósítják, és pedig az arra irányuló próbálkozás folyamán, hogy teljesítsék a kiválóságnak, vagyis hát erénynek, az ennek a tevékenységi formának megfelelő, és részben ezt definiáló mércéit. Itt meg is állnék, mert ez már éppen elég. Tehát, miről van itt szó? A gyakorlatnak nagyon fontos része tehát az, hogy belső jók tartoznak hozzá. Tehát gyakorlat az, ami komplex, társadalmileg létrejött és együttműködésen alapuló emberi tevékenység, így módon az, hogy téglát rakunk az ő példája szerint nem gyakorlat, de a maga az építőmesterség gyakorlat, a tudomány gyakorlat, a sakk, a játékok, a művészetek, azok gyakorlatok, a tanítás gyakorlat, természetesen, és a gyakorlat maga termel ki belső javakat. A belső itt nem azt jelenti, mint amit Ágostonnál, hogy a szellemem értelme mélyén, hanem ami a tevékenység által kitermelt, és a tevékenységet egyben meghatározó. Ezt a gyakorlatot egyben meghatározó belső jó, és definiálja azt, és a gyakorlatnak az egyik működési módja az,
hogy ezt a jót, miközben a jó a gyakorlat fajtáját definiálja, közben a gyakorlat során átalakítjuk a jóról alkotott elképzeléseinket, miközben törekszünk rá, át is alakítjuk, és új a célt mindig egy kicsit arrébb toljuk, megváltoztatjuk. Na most, tehát a belső javak itt nagyon fontosak, ugye, és azt is nagyon fontos, hogy együttműködésen alapuló emberi tevékenység. Igen, ez ugyanaz angolul, akit érdekel. Na, tehát mik azok a külső jók, és mik azok a belső jók? Először is, a belső javak alatt ugye, azokat a javakat érti, amelyek kizárólag csak az adott gyakorlat által érhetők el. Tehát például, ha valaki sakkozik, akkor az jó, a jó szépen adok mattot. Az igen, de az, hogy mondjuk 20 millió forintos díj, az elérhető a 20 millió forint másféleképpen is, tehát az nem belső jó. Aztán csak az adott, köszönöm, tehát a belső jog csak azok egy adott belső jót csak az adott gyakorlat kontextusában és ismeretében tudunk azonosítani és meghatározni. Ez nagyon fontos. A belső jó az maga a gyakorlat termeli ki, ugye ezt láttuk, és a gyakorlat folyamatosan újra fogalmazza, ezt is előbb már mondtam. A külső jók viszont elérhetők más tevékenységgel is. Már mondtam, hogy milyen példákat hoz erre. A festő példáján keresztül, tehát művészet és gyakorlat, McIntyre kétféle belső jót különböztet meg, magát az egyre kiválóbb alkotást, a történetileg változó, de a gyakorlat kitermelte standardek szerint, valamint az adott tevékenységgel való belső azonosulást, egy az adott gyakorlathoz tartozó életmód tudatos választását és közvetítését. Hangsúlyozza, hogy egy gyakorlat belső javainak megítélésében csak az a kompetens, aki részt vesz az adott gyakorlatban. Egy gyakorlatban való részvétel pedig feltételezi, hogy alávessük magunkat a gyakorlat kitermelte legalapvetőbb mércéknek, és tekintélyeknek, miközben, ha jól üzzük a gyakorlatot, szükségképpen a mércék módosítására, néhányak felcserélésére fogunk törekedni. A mércéhez való viszonyból következik a nálunk kiválóbbak tekintélyének elfogadása, és önmagunk szigorú megítélése mind a mércékhez, mind a kiválóbbakhoz képest. Továbbá következmény, hogy a gyakorlat résztvevője közösséget vállal a résztvevők korábbi nemzedékeivel. A gyakorlatok mindig közösségben zajlanak, és közösségeket teremtenek, illetve tartanak fenn. Ehhez kapcsolódik a belső és külső javak közötti megkülönböztetés egy nagyon fontos aspektusa. A külső jókra az idézek, jellemzők, hogyha megvalósulnak, akkor mindig valamely egyén tulajdonát vagy birtokát alkotják. Tehát a külső jók ezek szerint magáníthatóak. Ugye az ágostoni spirituális kommunizmus terminológiája szerint, sőt jellegzetesen olyanok, hogy minél többet birtokol belőlük valaki, annál kevesebb jut másoknak. Bizonyos esetekben ez szükségszerűen van így, például a hatalom vagy hírnév, máskor pedig a pénz esetében esetleges körülmények miatt. A külső jók ennél fogva versengés tárgyai, amelyekben vannak győztesek és vesztesek. Mi van a belső jókkal? A belső jók kétségtelenül a kiválóságért folytatott verseny tárgyai, ám az a jellegzetességük, hogy megvalósításuk jó dolog a gyakorlatban résztvevő egész közösség számára. Tehát bizonyos értelemben verseny, ugye a belső jó is, tehát verseny folyik a belső javak körül is, de ez a verseny, ez nem a másik legyőzésére irányul, hanem arra irányul, hogy tudunk a köznek minél többet adni. Tehát a kiváló, ugye, aki egy excellence-szel rendelkezik, a kiváló nem győztes abban az értelemben, ahogy a külső javakért folytatott versenyben győzni lehet, mivel a másik fölött aratott személyes diadal mámora
mivel, hogyha a mások felett aratott személyes diadalom mámorában élne, akkor az elvonná az energiát a belső jók megvalósításától és azok újraértékelésétől. Tehát kicsit lerövidítve azt, amit még mondani szerettem volna McIntyre-rel kapcsolatban, McIntyre-nél egy további szekularizálódott változatát látjuk ennek a fajta spirituális kommunizmusnak, amit Ágostonnál megfigyeltünk. Az úgynevezett, tehát a gyakorlat úgy gondolja, hogy a gyakorlat az, ami úgy definiálható, hogy ilyen bizonyos megosztható javakért folyik. Tehát amikor egy gyakorlatot űzünk, például tudományban, művészetben, stb., akkor nem versengünk, nem a kompetíció a lényeges, hanem a kooperáció. És hát tulajdonképpen, amit még a konklúzióként és zárásként szerettem volna mondani, hát az a bizonyos szabadság fogalom, ami ebből szerintem következik, miközben ez egy alapvetően konzervatív, a tradíciókon alapuló felfogás. Tehát az, hogy ugye nagyon fontos, amit említettem, hogy minden gyakorlat első java csak belülről ítélhető meg. Tehát én azt gondolom, hogy ezért, és természetesen van egy nagyon feszült viszony a közösségek és az intézmények között. Az intézmények alapvetően külső jót termelnek, például egy egyetem. A külső jóért dolgozik azért, hogy a gyakorlat résztvevői a belső jót meg tudják valósítani, de mindig nagyon nehéz mondjuk egy dékánnak, vagy egy rektornak, vagy hasonló embernek megtalálni azt a egyensúlyt, hogy miközben előteremti a külső javakat, ne sérüljenek a belső jók. És hát, hogyha egy kicsit szélesebben nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy a politikától is az várható el, hogy hát fogadja el, hogy vannak szakmák, és vannak tudományok, és vannak közösségek, amelyek egyedül tudják megítélni azt, hogy mi a belső jó azon a közösségen belül, és azon a gyakorlaton belül. Tehát körülbelül ugyanazt a együttműködés és alázatot várhatjuk el szerintem, mint polgárok a politikától, amit mondjuk egy egyetem vezetőjétől, hogy azt az egyensúlyt megtalálja, hogy biztosítsa azt, és számítson arra, hogy elég hedonisták azok, akik részt vesznek egy adott gyakorlatban, ugyanis ennek a belső jónak az elérése és megosztása, mint tudjuk, örömet okoz. Köszönöm szépen!